Sziasztok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit. Péntek van, péntek délután, úgyhogy Attila, már most respekt, hogy rendelkezésünkre állsz és segítesz a mai napon. Izgalmas a témánk, a barack cefrézésről és a barackról, a barackpálinka készítésről fogunk beszélgetni. Gazdag Attila viharvadász és pálinka főzővel, vagy viharvadász pálinka főzővel. És Attila, úgy kezdem ezt a beszélgetést, hogy én akartam, hogy a barackról beszélgessünk, igaz, hogy már évekkel ezelőtt is volt erről szó, és akkor megkérdeztem a pálinka társadalmat, hogy ki erre a legmegfelelőbb ember, és akkor most jön a reklám helye, hogy azt mondták, hogy Gazdag Attilát kell megkeresni, mert ő az, aki a baraszba a legnagyobb szakember. Úgyhogy most már no pressure, csak rajtad a világ szeme. Tehát, hogy kezdjünk is bele, Attila, hogy nem tudom, mondj egy pár szót te is viharvadászként. Hát gyakorlatilag annyit tudok mondani, hogy kb. Úgy jártam, mint a lengyel piacon, tehát azért ez az információval átvertek. Én vagyok a legjobb barac szakértő, tehát nem avanzsálom magamat semmiféle szakértővé. Főztem jó pár féle barackot, az tény és való, meg van benne némi tapasztalatunk. Hát szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt. Itt, ahol most a kis riport készül, ez a Pálinka Múzeumunk, az István Park Hotelbe, itt szokott megrendezésre kerülni a Pannonia Párlatverseny is, és most az idei évben felavattunk egy Pálinka Múzeumot. Többek közt köszönöm azoknak, biztos, hogy van most egy-két néző köztetek, akinek a készüléke itt van még a zugfőzés hajnalából. Többek közt az enyém is természetesen kiállításra került, amin szintén főztem barackpálinkát nem egyszer, kétszer. És ez egy kis izgalmas kis helyszín, úgyhogy abszolút autentikus helyszínről jelentkezek be. Jó, figyelj, kezdjünk is bele in medias res. Én most elsősorban azt szeretném, Attila, hogy így próbáljuk így a kezdőket egy kicsit segíteni abba, hogy aki most kezd pálinka főzésbe, és most vette meg az első berendezését, és most kezdi az első cefréket, nyugtassuk meg őket, hogy egyrészt baraszban nem vagyunk még elkésve. Nem vagyunk elkésve, bár nálam már van egy-két baraccefre, ami éppen erjed, de olyan is van, ami már ki is lett főzve. Tehát, de még azért jönnek a magyar fajták, illetve még azért van hátra, tehát gondolom otthon mindenki babusgatja a fáit, és büszkén nézegeti a gyümölcsöt. Érdemes is nézegetni, hiszen nagyon fontos az érettségi állapot, hogy mikor szedjük le a barackot. A kezdőknek én azt javaslom, hogy megpróbálok minden olyan instrukciót elmondani, ami tényleg egy jó minőségű pálinkához vezet, és én szörnyűködve láttam múltkor, mikor bementem egy mezőgazdasági boltba, vagy hát ilyen, most nem nevezem nevén a céget, és ahol speciális élesztőket, pektinbontókat és egyéb tápanyagokat vásároltam, és hát én megrettentem a látványtól, mikor azt láttam, hogy ezek a kegyszerek mellett, mint van még glialkás, tehát ilyen gyomírtós üvegekben ott sorakoznak a különböző aromák. Hát ez rettenetes. És kérdeztem, hogy ki viszi ezt? Ez a pálinka készítők. Mondom, nem, a pálinka készítők nem visznek ilyet, maximum a szerzgyárosok. És tehát szörnyű volt a látvány. Tehát mindenkinek azt javaslom, ezt nehogy. Tehát még véletlenül se. Tehát nálunk a versenyen ez kizárással jár, a teljes repertoár, tehát ha valaki egyetlen egy termékkel is nevez, és ez kimutathatóan bemarak, az összes termékét természetesen kizárjuk. De nem is ez a cél, hát ugye én azért mentem, hogy megpróbáljuk megőrizni a gyümölcsnek az aromáját. Ugye azt tudni kell, hogy ugyanúgy, mint az összes többi pálinkánál, a barack is olyan, hogy a barack pálinkának barack pálinka íze van, és nem barack íze van. Tehát ugye a savakat nem fogjuk tudni átdesztillálni. A régi öregeknek sikerült azért természetesen, és akkor lettek ilyen jó savanyú utópárlatos termékek, amit amúgy
marha érdekes, mert egy idősebb bácsival megkóstoltatjuk, nekik ez ízlik. Tehát ez teljesen normális, ők ezt szokták meg igazándiból, ez alkalmazkodott, ez volt mindig is, amit kaptak, tehát amit főztek. Hát ugye azért más volt, akkor inkább gyümölcsmentés volt, tehát kármentés. A barack az egy nagyon kényes gyümölcs, bizonyos fajták nem is szedhetők egyszerre. És itt kezdődik a legtöbb probléma magával a cefrézéssel, hogy mit csináljunk, ugye van egy fánk, és elkezd potyorászni a gyümölcs, és akkor itt jön az első hiba, mondjuk, amit a kezdők elkövetnek, hogy megkérdezik Józsi bácsit, hogy szokta cefrézni, és mondta, semmi, fogod, ezt beledobálod. Szépen, mire lehullik az összes baracka fáról két hét alatt, addigra nagyon gyönyörű lesz a cefre. Hát erről a gyönyörű cefréről azért mi tudnánk egy külön fejezetet írni. Gyakorlatilag ezek általában ezek a 4 pontos pálinkák a versenyen, vagy most a 100 pontos bírálati rendszerben, vagy egy más kategória. Hát szinte garantált, hogy lesz ugye akkor egy jó hordónyi barackecetünk, ami amúgy gasztronómiában elég jó kedvező hatással bír, tehát hogyha mi nagyon szépen jó saláta öntetnek szeretnénk egy 200 liter savanyított barackot, akkor mindenképp ezt érdemes folytatni, de ha minőségi pálinkára törekszünk, akkor hát két útja van, ugye, vagy egyből becefrézzük azt a mennyiséget, ami mondjuk egy cefrés hordóba belefér, tehát nem kell egyből 200 literes hordókba gondolkodnunk, vagy egy köbméteres IBC tartályba, megfelelőek ezek a 60 literes kis hordók, vagy hogyha kisebb üstünk van, akkor természetesen még jobb, mert most aki egy ilyen kis 30 literes főzővel próbálkozik, akkor neki tök szerencsés egy 30 literes cefrés edény, és amikor egy nap mondjuk azért általában egy ilyen fáról össze lehet szedni annyit, mert ha annyit nem, akkor neki se álljunk az otthoni baracnak. Ezeket egyből be kell cefrézni, ki kell magozni, azt tudni kell, hogy ez a típusú, ez az állapotú barack az, ami alkalmas. Most ez azért izzad, mert ugye meleg van és sivatagi por jön, de igazából a hűtőben volt. És tehát ilyen gyümölcsök az alkalmasak, tehát látjátok, ennyi rohadás lehet rajt. Ugyanis a jó barackpálinka az pontosan ilyen kell, tehát lekvár minőséget dolgozunk fel. Tehát mikor azt mondják, hogy cefre minőségű barack eladó, lehet érte menni, hát azért ma még sajnos, tehát eltelt 13 év, vagy most már lassan 14, de még mindig nem igazán fejlődött ki a gyümölcs kereskedőknél ez a gondolat, hogy mi az a cefre minőség. Hát legtöbb esetben az, amit éppen összeszedtek, összegerebéztek a mókussal együtt, a gerebjével, a B30-as téglával, a rohadt barack, a múlt héten leverte a szél, az is jó, nem érdekes. És ez így általában unblock azért elég olcsón hozzá lehet jutni, és a kezdő főzőt még meg is zavarja, hogy tök jó áron van. Hát ugyanolyan, mint a nagymama lekvárja, szét van fosva az egész a konténerbe, merjük ki, aztán baromi jó pálinkánk lesz. Hát tévedés, ugyanis hogyha belekerülnek a rohadt részek, akkor bizony, hát ez a pálinka főzésnél ott lesz. Tehát ezt mi pálinka bírák, pálinka szakértők, ezt mi röhögve ki megtaláljuk a pálinkába, és bizony rá fogjuk írni, hogy rothadt, esetleg túléletjegyek, ha finoman akarunk fogalmazni, nem akarjuk megbántani az illetőt, de általában ezek sajnos azért vannak, mert belekerültek hibásak. Akkor lehet olyan hibája is a baracnak, hogy ilyen nagyon pöttyös, ilyen fekete kis pöttyök vannak rajta, általában ez egy gombabetegség, vagy pedig kálcium hiány is okozza. Ez alapvetően nem, azt gondolnánk, hogy nem okoz problémát. Kezdőknek még azt mondom, hogy oké, ha azt akarok letesztelni, hogy lehet egy jó technológiával végigcsinálni egy pálinkát, akkor még azt mondom, hogy fel is használhatja. Viszont soha nem lesz belőle egy aranyérmes termék, ugyanis a kis pöttyöcskék, ha elrágcsáljuk, akkor érezzük, hogy kesernyés íze van, és azt tudni kell, hogy minden, ami a gyümölcsben van, az úgy át fog jönni a párlatba. Tehát teljesen mindegy. Tehát nem fogjuk tudni attól, hogy ilyen színű lesz, mint ez a pohár víz, higgyétek el, nem pálinkát iszok boros pohárból. Ez a pohár víz attól még, hogy ilyen lesz a pálinkánk, attól még sajnos minden ízillat át fog jönni. Tehát ezek a betegségeknek által íze, tehát a keserű héj íz, ez pontosan meg fog jelenni a párlatba. Tehát magyarul ilyenkor jön az, hogy kompromisszumot kell kötni a gyümölcs termelőnek
a fa termésével, ugye hát meg kell egyezni az asszonnyal, hogy mi lesz, ugye, mert kiér oda előbb. Tehát ugye ez nagyon fontos. Néha elkövetek én is csúnya aljasságokat, és csinálok belőle ilyen matériát is a baracból, de hát ugye kell az egyensúly. A gyerekek még annyira nem szeretik pálinkával, mi azért ugye lekvár helyett is természetesen pálinkát főzünk. Kicsit furcsa vele a palacsinta, de meg lehet szokni. De ugye hát azért mégis kell egy kis barack lekvár is. Ebbe is, tehát ugye a minőség ugyanaz, nincs különbség. Ez, amit itt láttok, amit ezek a barackok, amit ez marha érdekes, mert ez is egy kajszi barack, itt többfélét is hoztam, majd itt előttetek meg fogom menni, hogy azért érezzétek a törődést. Ezek mindegyik másfajta, így mutatom, így látszik. Tehát ez a pirosas, ez egy ruskot nevű fajta, egy teljesen új fajta, ezek nem magyar fajták. Középen itt egy orange van itt a számnál, és ez a másik pedig egy úgynevezett, nem tudom, nem jut eszembe, de mindjárt beugrik. Valami karatés neve van, nem tudom. Na mindegy. Ninja. Így van, ninja. Tehát ez a ninja. Egy nagyon finom barack. Marha érdekes, ugye mi mindenféle barackból főzünk, tehát ez a mi játékunk, hogy kifőzünk mindent, ami újfajta, és akkor megnézzük, hogy milyen lesz belőle. Marha érdekes, kihozatalba óriási különbségek lehetnek, de térjünk vissza az egészséges gyümölcsre. Tehát magyarul összeszedtük az egészséges gyümölcsöt, asszonynak azt mondtuk, hogy lekvár lesz, és eltűnünk a pincébe. Tehát ez a legjobb stratégia, én úgy gondolom, és egy kisebb csapattal bezárkózva nekiállunk a magozásnak. Most ugye vannak erre gépi magozó berendezések, hogyha éppen nem csak 30 litert akarunk feldolgozni, akkor érdemes már a géphez folyamodni, mert túl sokáig fog tartani a magozás, tehát az se jó, hogyha egy napig magozgatjuk, hiszen közben oxidál a gyümölcs, bebarnul, minden esetre mindig az a cél, hogy a gyümölcsöt minél előbb feldolgozzuk. Ha lehet, akkor hűvösen, tehát nem elegen erjesszük, nem elegen dolgozzuk föl, de a tűző napról fölszedjük a fa alól vagy a fáról, akkor ne tűzforrón álljunk neki a feldolgozásnak, hanem inkább hagyjuk kosárba, hűljön ki este, és akkor este az éjszaka leple alatt, míg asszony alszik, akkor még a lekvárra álmodozik, addig mi szépen meg tudjuk csinálni a magozást, és gyakorlatilag ráfogjuk a kutyákra, hogy elvitte a barackot, vagy nem tudom, vagy valaki ellopta, és tehát igazából az a lényeg, hogy hűljön vissza a termék legalább 20 Celsius fokra, ha lehet, vagy tehát ne 30-40 fokosan próbáljuk megerjeszteni, ugyanis ez egy újabb átkot fog a fejünkre szórni, mert hogyha abban az évben nem meszeltük ki a pincét, akkor biztos, hogy lesz erre újabb lehetőségünk, mert forró cefrét erjeszteni, az gyakorlatilag egy ilyen atombomba robbanással fog járni, tehát nagyon gyorsan ki fog forni, és ez látványos is lesz mindenki számára, tehát hogy nem fogjuk tudni letagadni, hogy maradt cefrét csináltunk, csak ez a plafonon is fog látszódni. Hát ezért érdemes mindenképpen hűvös egészséget. Tehát ott tartunk, hogy egészséges, ha lehet, mossuk meg, ha nem a fáról szedjük, ugyanis a földdel szennyeződve lehetnek később olyan keserű ízek, amik a föld baktériumok által egy olyan erjedést indul el a cefrébe, ami miatt gyakorlatilag megkeserítik, tehát rossz íz lesz a pálinkánk, tehát ezért érdemes a mosást beiktatni. Ez minden gyümölcsre érvényes, tehát nem csak a baracra, ami a földről szedünk föl, azt mindenképpen megmossuk pont azért, mert megpróbáljuk elkerülni ezeket a betegségeket, illetve maga az erjesztési hibát. És akkor utána kimagoztuk, és ott jön az, hogy hát ugye nem hagyjuk magára, hogy legyen ami Isten áldásával, hiszen az öregek se raktak bele semmit, szoktuk hallani, hogy nem rakunk bele ilyet, hiszen soha nem volt, hát ez nem igaz, ugyanis az 1700-as években is már használtak élesztőt, bármennyire is meglepő a dolog. Sőt, pontosan tudták, hogy egy alma cefrét 3-4 nap alatt ki kell főzni, hogy nehogy megsavanyodjék. Szóval igazándiból szocializmusban romlott el a pálinkának a készítésének a tudása. Ott vesztettük el a fonalat, és az lett, hogy jó lesz az úgy, mindegy, beledobálod, azt megrohadt szépen. Hát szó szerint, tehát ez fog történni.
Tehát kimagoztuk a barackot, ha magozógéppel csináljuk, akkor már alapban egy pempőt fogunk kapni, ez tök jó. Ha kézzel magozzuk, akkor ugye össze kell törni. Tehát az, hogy felesbe belerakjuk, az nem annyira játszik. Érdemes egy fúrógépre egy olyan fúrószárat, egy festékkeverő szárral tök jó fel lehet dolgozni a barackot. Ha kicsit keményebb, akkor kétszer kell nekiállni, egyszer kicsit megtöri az ember, lé alatt van, és egy óra múlva már tök jó szét lehet trancsírozni az egészet. Az a lényeg, hogy minél homogénebb cefrét kapjunk. Tehát, hogy nem kell szétturmixolni egy turmixgépbe, de ha lehet, akkor ilyen apró kis darabokra szedjük szét a gyümölcsöt. Ez többek közt azért is fontos, hogy az élesztők majd később, amik vagy rajt vannak ugye a gyümölcsön, és akkor elindíthatunk egy spontán eljesztést irányítva, vagy mindjárt mesélek erről, vagy pedig tudatosan beoltjuk élesztővel. Tehát egy borélesztő tökéletesen alkalmas erre. Igazándiból a kajszibarasznak nincs nagy élesztő igénye, a saját flórával, tehát minden gyümölcs felületén ott van az élesztő. Ezt mindenki tudja, ez tényleg így is van. De azért tudni kell, hogy ha igazándiból egy jó cefrét szeretnénk, már pedig a jó pálinka jó cefrétől indul. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen berendezésen, tehát a hátam mögött levő speckó főzővel, vagy pedig ott tudnák mutatni itt a egy-két ilyen kuktát, meg különböző eszközöket. Teljesen mindegy, hogy min van kifőzve, a lényeg az, hogy a cefre milyen minőségű lett, mennyire szuper. Magyarul csinálunk egy lekvárt. Itt még az asszonnyal még mindig meghadakozhatunk, kimerhetünk neki egy pár litert, hogyha nagyon ragaszkodik a barac lekvár készítéshez. De ha nem, akkor érdemes beoltani élesztővel, természetesen. Erre vannak különböző fajta élesztők, és nem pont barack élesztők, hanem olyanok, amiken aromafokozók, úgymond, tehát olyan specifikus élesztő törzsek, amik a gyümölcs aromáját támogatva kezdik el az erjesztést. Tehát olyan észtereket fognak képezni a cefrébe, aminek mi nagyon fogunk örülni a végén, hiszen megjelenik az a barackos jelleg, amit nagyon várunk. Na most ezt meg lehet csinálni enélkül is, de ekkor is ajánlott legalább annyiban támogatni ezt a biológiai hadviselést, hiszen a cefrébe egy biológiai háború kezd, amint ledaráltunk, onnantól egy háborús övezetté vált a cefre, attól függ, hogy ki fog győzni, ugye, attól függ, hogy mink lesz. Mondom én, hogy miért történhet, hogyha belerakunk olyat, hogy hát, ez kicsit rohadt, de kivágjuk, nem érdekes, akkor nagy eséllyel ecet baktériummal meg fogjuk fertőzni a cefrénket, hiszen a rohadás egyik melléktermék azért történik, mert az ecet baktériumok szépen elkezdik bontani a szöveteket, és ez miatt ugye, ha ezt beledaráljuk, akkor mindjárt van már ecet baktériumunk is ugye a cefrébe, hát persze lesz élesztő is, de akkor már ketten vannak, és akkor vagy mind a kettő játszik egyszerre, vagy pedig megtámogatjuk az élesztőket. Tehát ugye mi alapvetően pálinkát szeretnénk készíteni ebből a cefréből, tehát mindenképp az élesztő játszik. Tehát ezért is fontos az, hogy vagy beoltjuk a cefrét élesztővel, vagy pedig gyakorlatilag olyan körülményeket adunk neki, hogy mindenképp az élesztők szaporodását próbáljuk elősegíteni. Ezt ugye egyrészt azzal tudjuk segíteni, hogyha megfelelő savassága van az adott cefrének. Én speciál a barackot nem szoktam savazni, megfelelő savtartalommal bír, én úgy gondolom. Van, aki esküszik arra, tehát rakhattok bele, tehát ez nem gond, hogyha a magasabb savtartalommal van picit emelve, tehát ilyen 3,2-2,8-as sav ideális a cefrének. Ez azért is jó, mert innentől a baktériumokat kicsit blokkoltuk, tehát nem tudnak a bacik úgy szaporodni, és az élesztők fogják kibüfögni nekünk a cukorból az alkoholt, ami nekünk nagyon fontos, mert különben mi a szarért főznénk pálinkát, ugye, hogyha nem lenne benne alkohol. Tehát akkor onnantól rózsavizet főznék, vagy egy barackvizet, tehát nem sok értelme van, én nem látom, ez kb. Úgy néz ki, mint ez, és akkor veszel hozzá egy aromát, tehát tök jó, mert pont semmi értelme nem volt az egésznek. Tehát igazándiból nekünk ezért fontos ez a mozzanat, de ami nagyon-nagyon fontos, mert a barackcefre nagyon kényes, tehát azért tudni kell, hogy általában egy hét alatt biztosan ki fog erjedni. Van, mikor 4 nap alatt, van, mikor 3 nap alatt, valamikor 5 nap alatt, és a balack, meg minden cefre arra nagyon figyelni kell, hogy az a feldolgozó, tehát maga a cefrés edényt, én azt szoktam csinálni minden év végén és év elején,
egy ilyen permetező gépbe rakok egy liter hipót, egy liter vizet, és ezzel lepermetezem belül a cefrés edényt, vagy kívül is, a gumirészt, minden. Hagyom egy 5 percig, majd utána tiszta vízzel elmosom, és kirakom a napra száradni, teljesen tökéletesen, szagmentesen szárad. Mert az, hogy forró vízzel megmossuk az ecet baktériumok hátát, az nem annyira, egész jó bírják ezt tapasztalataink alapján, tehát bárhogy mosogathatjuk forró cefrével, nem fog kimenni, tehát valamiben egyszer történt egy hiba, abban a hordóban az örök életben ott lesz, addig még nem fertőtlenítjük. Tehát magyarul mindent lefertőtlenítünk, az eszközöket is érdemes, semmilyen baktérium ne legyen benn. Ez mondom, kb. Annyira kényes a kajszibarat, mint a sörgyártás. Tehát a söripar is baromi kényes, nagyon fontos a higiénia betartása, és itt is ezt lehet elmondani. És gyakorlatilag, hogyha ledaráltuk, beraktuk az élesztőt, ne töltsük teljesen tele a hordót. Itt még eldönthetjük, hogy akarunk-e belerakni úgymond pektinbontó enzimet. Ajánlatos, bár a barac nem annyira durván pektin tartalmú, illetve ez fajta függő, tehát van, amelyik kicsit jobban, van, amelyik kevésbé, tehát sokféle barack van most már Magyarországon, régen 7-8 féle volt, ugye ezek a magyar kajszi, gönci, panónia, mandula kajszi és a ceglédi típusok, kb. Ennyi volt a repertoár, most már úgy kibővült, hogy már mi se tudjuk, hogy milyen barackot veszünk, tehát mondják, hogy van ilyen nevű, olyan nevű, hát kipróbálunk mindent, ugye, hogy hiszen a klímaváltozás miatt, vagy hát a klíma mindig változik, hanem igazándiból ugye a korai fagyok mostanában elég gyakorta tépázzák kis hazánkat tavasszal, azt utána megdöglünk itt a 35 fokba, és ez miatt ugye nagyon sok barack elfagy, és ezért jöttek be ezek az új fajták itt Magyarországon, amikből amúgy rohadt jó pálinkákat lehet készíteni. Persze hozzáteszem, hogy nem olyan kihozatallal. Na most ugye ott tartottunk, hogy ledaráltunk, raktunk bele pektinbontót, raktunk bele élesztőt, akarunk bele, rakunk savat, nem rakjuk tele a hordót, tehát egy olyan 70-80%-ig, mert képes ugye, hogyha ha nagyon hirtelen megindul az erjedés, akkor ugye nagyon föl tud habozni. Mondjuk a kajszi nem a durva, habzásos cefrék egyike, inkább a megy, tehát annak is szezonja van, tehát azért az elég sok meglepetést szokott okozni. De ettől függetlenül egyik hordót se rakjuk teljesen tele. Lezárjuk, és marhára fontos, és én szerintem szinte nélkülözhetetlen, hogy kotyogóval ellátott hordót használjunk, tehát cefrés hordót, lehet benne ezeket a kis kotyogókat, kifúrjuk a fedőt, szépen hermetikusan utána még le lehet zárni dugót, akarjuk elvinni mondjuk a főzdébe, vagy a haverhoz megmutatni, hogy így néz ki, aztán nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni, hát ha tud benne segíteni, azért vannak ilyen információk, biztos, hogy van ilyen. És a lényeg az, hogy szépen, ha mindent jól csináltunk, akkor gyakorlatilag másnapra már tutira beindul az erjedés, sőt már általában aznap. Nagyon fontos, hogy ne legyen meleg a cefre, és ne meleg helyen erjesszük. Tehát, hogyha lehet, akkor hűvös helységet választunk, a főtpincét, de hogyha van hűtött kamránk, vagy bármilyen, akkor az nagyon nagyban segíti. Ez kicsit elnyújtja az erjedést, tehát ezért több nap lesz természetesen. Viszont aroma fokozás céljából fontos, hogy az erjedés ne egy hirtelen folyamat legyen, hanem egy szép lassú, de nem túlzottan elnyújtva, tehát az se jó, hogyha 2 hétig ketyeg, mert akkor aztán tényleg már a végén mindenki dolgozik benne, hanem igazán a barack cefre az 5-6 nap alatt ki fog erjedni, tökéletesen. Nagyon szépen, csendesen, cukrot nem rakunk bele értelemszerűen, egyetlen egy gyümölcshöz sem, így aztán itt szembesülünk vele, hogy melyik fajta mennyit ad, ugye, mert hát a végeredmény minket ez érdekel. Most megmutatom nektek, ez az Orange nevű fajta, barack, nagyon, nagyon finom, ez Pannonia párlat versenyen már 2-szer is kiérdemelte a legjobb pálinka díját, gyakorlatilag, sőt most azt hiszem a legutolsó verseny is így van, egy Orange Kajszi nyert, amit az egyik taktársunk Kardos Ferenc varázsolt össze egy egymenetes főzőbe, viszont tudni kell, hogy ennek a kihozatala mázsánként olyan 4 liter körül van, 4 liter beállított pálinka, szóval nem ettől fogunk óriási bulikat csapni, viszont nagyon, nagyon izgalmas,
citrusos jegyekkel rendelkezik, tehát nem véletlen a neve, és marha érdekes, mert amikor megkóstoljuk ezt a barackot, akkor igazán ezeket a jegyeket annyira nem érezzük. Tehát magával az erjedés során jelentkezik az a citrusosság, illetve amikor mondjuk lekvárt főzünk belőle, amúgy ez is abból van, tehát ez a lekvár, és orange kajsziból van. Ott a lekvárban ugyanúgy megjelenik, tehát a főzés során előjönnek ezek a citrusos jegyek. Ugye a lekvárnál teljesen mindegy, hogy mennyi a kihozatal, annyi cukrot rakok be, lesz jó idő. A pálinkán azért nem mindegy. És vannak még olyan fajták, amik most például itt ez a rúskot, fogalmam nincs, hogy mekkora a kihozata, ez most erjed nálam, úgyhogy mondjuk ez nem, tehát ezt megmentettem, de amúgy a többi az igen. Úgyhogy ezek a korai fajták általában ilyen, hát valamelyik 2 liter per mázsa. Szóval, hogy hát most, hogyha ugye azért minden magánfőző, bérfőzető biztos hozzányúlt ahhoz, hogy na most veszünk gyümölcsöt, természetesen kipróbálunk, hiszen hogyan fejlődnénk, hogyha nem próbálunk ki különböző gyümölcsöket. De mondom, nem kell megijedni, hogy ezeknek nincs jó kihozatala. Itt nem is az a lényeg, hanem kapunk egy olyan extra barack pálinkát, ami olyan illat, olyan fűszeres, olyan szinte kicsit ilyen herbás, citromfüves, picit mentás, sorolhatnám a jegyeket, egy olyan pálinkát kapunk, ami egy igazi fűszer eszencia, és itt jön be a trükk, hogy nem feltétlen kell tisztán egy orange kajszi barack pálinkát fogyasztani, hanem most jönnek a magyar fajták, elkészítjük azokat is. Visszatérve egy icipicit, hogy mondtam, hogy kinek hogy hullik a gyümölcse, tehát ez akinek pici az edénye, és gyűjtögető életmódot folytat a fa alatt, vagy nem a fa alatt, hanem a fa terméséből, akkor csinálja azt, hogy egy nap összeszed egy adagot, kimagozza az előbb elmondottak alapján megcsinált cefrét, és amint ki elkészült, az főzze ki. Tehát, hogyha egymenetes a gépe, akkor ugye egymenetesen be lehet rakni akármelyik, tehát mindenki fél attól, hogy 100 literesben nem fér bele, én 100 literesben főztem 5 liter cefrét is, szóval bármit, mind dupla falúak, tehát a gőz az ki fog jönni, nincs olyan, nem jön ki, tehát ugye ez egy óriási nagy baromság, tehát 1 köbméter gőz 2 gram, tehát azért csak kijön, tehát azért nem akarom elhinni, hogy 2 gramot fogok főzni, tehát igazándiból biztos, hogy mindent ki lehet főzni, bármennyit, és akinek meg kisüsti, annak meg ugye azt javaslom, hogy alszeszig, tehát mindenképpen főzze le. Ezt akkor utána gyűjtögethet. Tehát ahogy kierjedt, az kifőzi. Közben a másik ottan bugyorog. Tehát, hogy teljesen minden, aztán leérett a fa, akkor a végén az összeset fogja, azt egyben finomítja. De ezt mehet többféle fával. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem azt kell megvárni, míg a van háromféle fánk, és akkor majd a legutolsó, mikor lepottyant, meg leérett, na majd üdefasza lesz. Nem, arra már nem lesz jó. Több mint valószínűleg az első adag, az már meg fog ecetesedni. Ugye amint kierjedt 5-6 nap múlva főzni kell, tehát ez pont visszakanyarodva erre a mondatra, tehát szinte az se baj, ha még egyet budjan, mert a kajszi nagyon romlékony, tehát nem lehet hónapokig eltárolni, nincs akkora cukortartalma, hát persze ha rakunk bele 20 kilót, akkor lesz akkora cukortartalma, de alapvetően nincs neki cukortartalma, olyan magas, ami eltartsa. Ez miatt nincs akkora alkoholtartalma se, értelemszerűen, pláne ezek a korai fajtákból. És igazándiból itt az a lényeg, hogy egyből főzzük. Na most ugye maga a főzésről nem egy leégős típus a kajszi barack, elég jó savakkal rendelkezik, általában savas híg cefrék nem kozmálnak oda, tehát sima szimpla faluval is nyugodtan lehet főzni kajszi barackot. Ami érdekes, és ez mind igaz a kisüstés egymenetes főzésnél, hogy amikor az utópárlat jelentkezik, ugye most egy kezdőként nehéz ez most megállt, mi az utópárlat. Igazándiból kell kérni a Pista bácsitól egy korty barackpálinkát, ha van neki, na az biztos, hogy az lesz általában. Tehát az már egy etalon, hogy na ez az ami hú, de jó barackos íz, és 3 napig az büfögöm. Tehát azok a telített savak, amik a végén jönnek, és megzavarják a pálinka készítőt. És ez tényleg így van, mert az elején hát rohadtul nem lekvár jön. Tehát jön mindenféle, citrom, citrus, zöld, fűszer, mindenféle jön,
Barac Pálinka az kb. Úgy áll össze, hogy így alkotó elemenként jönnek a dolgok, de soha nem lesz egy olyan, hogy fú, most ez nem, hanem ahogy összeáll az egész, akkor lesz kész a remek mű, és a legvégén kell nagyon figyelni, általában nagyon kevés előpárlat van a barackoknál, pont azért, mert ugye kevés cukor, kevés alkohol, és ez miatt meg viszonylag gyors az egész erjedés. Nálam a nagyon minimál, tehát ilyen most, hogyha kisüsténi alszesznél mondanánk, akkor ilyen 1% alatt van szerintem az alszesz. A legutolsó egymenetes főzésemnél 100 literből nem volt 1 deci. Már ott is azt mondtam, hogy szerintem túlzásokba estem, tehát hogy félre is raktam még, az hát, ha majd egy szomorú vasárnap bebulítom, tehát nem lesz attól nekem semmi bajom. De igazándiból nagyon minimális előpárlat, viszont a végén jön az izgalom, mert a végén, amit vár az ember, hogy az a nagymama lekvárja, ugye? Tehát, hogy a nagymama lekvárja. Most a nagymama lekvárjánál ugye akkor jelentkezik, ha olyan gyümölcsöt dolgozunk fel, ami mint a fos. Tehát, hogy tényleg igen ám, de akkor viszont ne akarjunk ilyen nagy extra illatokat. Tehát visszakanyarodva az elejére, én mondtam, lekvár barack az ez. Tehát nem kell olyannak lennie, hogy ilyennek. Ugyanis az a lekvár se lesz jó, mert akkor már a héjból, tehát ugye a gyümölcsnek a héja az igazán izgalmas, minden gyümölcsre ez igaz, és amikor a héj még, tehát ez látszik, hogy most nem tudom a kamerán mennyire látszik, mert kicsit olyan zöldesednek látom, de amúgy tökre narancssárga. Tehát mind a két oldala érett a baracnak, ez a tökéletes állapot. Hogyha ez már ilyen nagyon puha lesz, de ha kóstoljuk is, ha nagyon puha lesz, akkor már nem egy savas, hanem ilyen édes kés, de igazándiból semmi extra. Tehát magyarul tényleg ilyen lekváros lesz az egész. És amikor elkészül a pálinkánk, akkor végén csak ez a kis lekváros íz fog adni neki valamit, de hogyha meg, és nem lesz több a cukor, tehát azt higgyétek el, hogy az ilyen barack és a ilyen fos barack az ugyanakkor a cukortartalommal rendelkezik. Azért érezzük édesebbnek, mert a savak kiégnek. Tehát a kb. Olyan, mintha csinálnánk egy teát, az egyikbe rakunk 2 evőkanál cukrot, meg mind a kettőbe, az egyikbe rakunk utána a fél liter citromlét, a másikból nem rakunk semmit. Na, náhogy édesebbnek fogjuk érezni, amiben nincsen citromlé, aztán mind a kettőben ugyanannyi a cukor. Tehát, hogy igazándiból nem változott semmi. Tehát magyarul nem a legposhattabb állapotot használjuk, és egyáltalán nem. Persze puha legyen a gyümölcs, feldolgozható legyen, könnyű legyen magozni. Most nem tudom, mennyire látszik. Azért lédús legyen, látjátok, ott azért van ott nedvesség a gyümölcsbe, tehát ezt meg is fogom menni. Ügynök a barackmag. Amúgy a barackmagot érdemes megszárítani, feltörni, és utána fölzabálni. Mert nagyon jó. Régi rémhírek szerint ugye cián tartalmaz meg, stb. Ekkora baromságot én még életemben nem hallottam amúgy, ugyanis régi receptes könyvekben még nem volt mandula Magyarországon, vagy hát nem is volt mandula, csak akkora méretekben nem volt. A barackmagot írtak ugye a süteményekbe, és rengeteg olasz süteményben mai napig vannak, ilyen tisztán barackmag örleményben van, szóval nyugodtan. Amelyiknek keserű íze, mert sok a fajta, tehát itt van például a rúskott, ennek full jellegtelen az íze a magjának, már megkóstoltam, de az oranzsének nagyon jó, kellemes fűszeres. Most már azt tudom, hogy hol tartottunk. Ja, a lényeg a főzés, igen, és megjelenik a végén a lekváros íz. Na, itt kell baromira figyelni, ugyanis ez viszi el a pálinka főzőt abba az irányba, hogyha végig kóstoltuk a főzést, ugye, azt a 2-3 órán keresztül, hogy tanuljunk belőle, akkor a végén fogjuk elveszíteni a fonalat. Tehát ott jutunk el arra az állapotra, hogy már minden mindegy. Tehát, hogy már teljesen mindegy, hogy milyen, és akkor hú, de jó, ezt a kóstol, meg gyere Ferikém ezt. Tehát, hogy nagyon figyelni kell a végén, és érdemes kikenegetni a kifolyó párlatot a kezünkre, és szaglászni, hogy egyáltalán az még barack illata van-e, jön-e ott a nagymama lekvárja, vagy már a nagymamának a leégett lekvárja jön, vagy már a nagymama lekvárja a nagypapa savanyú ecetébe keverve, mert amint megjelenik a savanyú illat a
kezünkön, és ez a fazék szag, ugye, amit így szoktunk mondani, most egy kezdő nem tudja, hogy az elsőt főleg honnan tudná, hogy elmegy, megszagol egy ikás lábost, vagy nem fogja tudni ugye ezt, hogy milyen a fazék szag, akkor fogja tudni, mikor az elsőt kifőzte. Vagy elmegy a Feri bácsihoz, és megnézi nála, milyen a 2 éve érlelt kajszi barack, na, annak lesz fazékszaga, tehát már az elején. Tehát amikor megjelenik ez a kellemetlen savasság, hiszen a főzés során az történik, hogy a könnyebb alkoholok az elején távoznak, alacsonyabb hőfokon, azt egyre inkább nehezebb alkoholok, és a végén már jönnek savak is, meg egyéb olyan komponensek, amik elrontják a pálinkát. Ihatók ezek, tehát hogy Magyarországon olyan pálinka még nem volt, ami nem fogyott volna el igazándiból, úgyhogy mindegyiket meg lehet inni, de hogyha minőségre törekszünk, akkor itt ezt a lekváros részt, ezt nagyon nézegetni kell, kóstolgatni, és amikor már úgy érezzük, hogy hát ez már a száraz pohár, tehát a pohárba belrakjuk, kiforgatjuk, rakunk bele vizet, mindenképpen nem töményen kóstoljuk, hanem felhigítjuk. Ha lehet, akkor akár még 30-40%-ra is inkább, ugye vizesebben jobban lehet érezni a hibákat. És mikor már pohár, már büdös, tehát nem gyümölcsillat, ez azért jó, mert az elején tudjuk tesztelgetni, hogy milyen. És mikor már elkezd menni egy ilyen nehéz illatba, akkor érdemes azt csinálni, hogy tehát itt a vége, fussalvéle, kész. Ugye, hogy le kell zárnunk azt a főzést, de én azt javaslom, hogy ennek ellenére ezt az utópárlati részt még nyugodtan főzzük ki, de már külön gyűjtve. Tehát ebből még fogunk tudni csinálni egy vegyesnek, ezeket félre lehet rakni, ezeket az utópárlatokat, én azt szoktam mondani, hiszen ízek nagyon jók vannak benne, csak mellette már vannak olyan nehéz alkoholok, amik nem valók bele, és elrontják a pálinkát. Na és itt, hogyha jól dolgoztunk, akkor végén kapunk egy citrusos, lekváros, finoman lekváros jegyekkel rendelkező csodálatos kajszibarac pálinkát. Nagyjából ennyi, és akkor örülhet az ember, hogy hú, megszülte, és alig telik-e 2 nap, és bekopog a haver, hogy öcsém, most hoztam ide neked 3 mázsa magyar kajsz, és kezdődik előről az egész folyamat. Hát ennek pont az a lényege, ugye most az idén, hál' Istennek, van alapanyag egyelőre, úgy néz ki, amivel lehet dolgozni, úgyhogy ha előtte álltok, akkor mindenképpen nagyon fontos, nem rohadt, nem poshat, mosott, egészséges, szép gyümölcs. Ma érdekes módon amúgy volt egy telefonhívásom, és nagyon klassz volt a kérdés, ugyanis biztos látott már mindenki olyat, hogy a barack felülete, ilyen sárga, ezen nincsen, ilyen sárga foltok vannak, ilyen pöttyök. Ez a sarkavírusos betegség. Ettől még a gyümölcs teljesen fogyasztható, nincs semmi baja, ki is lehet főzni pálinkának, csak ő mindig azt vette észre, hogy nincs jó íze a pálinkának, tehát kesernyés. Teljesen logikus a dolog, hiszen ugye a barac héját is megtámadja ez a vírusos betegség, ez miatt nem lesz olyan héjfűszeres, sőt, egy kicsit kesernyéssé válik, tehát magyarul, ami nem egészséges gyümölcs, abból higgyétek el, soha büdös életben nem lesz csúcsminőségű pálinka, az igazán jó pálinka, barackpálinka. Én szerintem, ez az én véleményem, több fajta házasításával lehet elérni, tehát ezért is mondtam, hogy érdemes különböző fajtákat külön főzögetni, és a végén egy fél év után mondjuk az ember leül, pont már mikor szüreti időszak végén kifortak a borok, és akkor belecsapunk az első időbe, hogy na most nézzük meg a pálinkákat, jön az első verseny, akkor szépen össze lehet állítgatni, hogy milyen arányban, milyen összetevőkkel tudunk megalkotni egy olyan barackpálinkát, ami kedvünkre való, hiszen valamelyik lekvárosabb jegyeket fog hordozni, mint például egy gönci kajsziból, egy magyar kajsziból sokkal lekvárosabb pálinkát lehet főzni, mint egy springbásból, vagy egy orange kajsziból. Ezért is érdemes ugyanúgy házasítgatni őket. És amit még nem mondtam, ami még egy kis szakmai trükk, több esetben ezt már úgy igazándiból bebizonyítottuk. Nagyon jót tesz a kajszi barack, az egy tényleg tradicionálisan is nagyon jó pálinkát lehet bele készíteni, tehát egymenetes, nem egymenetes, kisüsti berendezéssel, és érdemes kombinálni a kettőt, tehát, hogy ha valakinek lehetősége van rá, hogy egyik cefrét kifőzi kisüstével, másikat pedig egymenetessel,
és a kettő párlatnak a vegyítéséből lehet hozni egy olyan extra különlegességet, amit mondjuk egy egymenetesen nem biztos, hogy meg tud csinálni az ember, hiszen ugye maga az egymenetesnek a felépítése abból adódik, hogy berakjuk a cefrét, és akkor megindul ugye a szezgőz fölfele, és amikor már lekváros ízek jönnének, akkor valahol ott azok ott bugyborognak az első-második szinten, és nem biztos, hogy a végéhez érünk a történetnek, és utópálatos lesz. Kisüstiné pedig másabbak a határok, tehát ugye ott máshogy jön ez, és ezért azt a lekváros barackosságot a kisüsténél jobban tudjuk belerakni, az illatos citrusosságot pedig az egymenetes fő. De ettől függetlenül, mondom, ez sem teljesen szentírás, hiszen a két legutolsó orangered kajszi baracka, ami a Pannonia párlatversenyen lett a legjobb, tehát Pannonia kincse, az mind a kettő egymenetesen készült. De ettől függetlenül ittam baromi jót, amit ilyen kombinált módszerrel. Nem mondom, hogy készülök, itt a hátam mögött ugye egy Greskó típusú berendezés lakozik, nem tudom mennyire lehet látni. Ott a fülemnél, ott azon a felén, ott az egy kisüsti rész, és ott át lehet kapcsolni fönn, és akkor meg egy egymenetes, tehát hogy egy gépből lehet ilyet és olyat is. Ez is egy technológia, ez is egy megoldás, de bármi játszhat. Tehát igazándiból nem az számít, hogy milyen berendezésen én a legjobb pálinkáimat már abban az időben is, most lehet, hogy már annyira nem ízlene, de amúgy szoktunk ilyen aljas dolgokat csinálni, hogy a régi berendezéseken azért még csinálunk ilyen tesztfőzéseket, azt rájövünk, hogy igazándiból kicsit már mi főzünk máshogy, de ugyanúgy tudunk rajta jót csinálni, tehát jobban odafigyelünk. De a legjobb ilyen barackomat például a Victoria korabeli részbográccsal befedett sörös hordom köré rakott hajdú villanyboilerrel duplikált pálinka főzővel főztem, ami itt ki is van állítva a múzeumban, tehát ezt most az idén már nem fogom használni, felajánlottam ide, de egyszer majd lehet, hogy főzünk benne lekvárt, mert teljesen tökéletes, tehát úgyhogy na, mondjuk tényleg nem is tudom, miért nem ezzel főztem, na mindig. Úgyhogy igazándiból, hát így tömören, röviden, gyönyörűen ennyit a barackról. Tehát így egy mondatba, és akkor most veszek egy levegőt. Igen, nagyon szuperül elmondtad, összefoglaltad, nem is kellett kérdezni, tehát hogy igazából nagyon jó veled beszélgetni. Az, hogy most tényleg itt a kezdőknek egy csomó mindent segítettünk. Tényleg nagyon alapok, hogy itt van ilyen, hogy valami élesztő a javaslat, vagy jó az a borélesztő, vagy akármi uvaferm, aztán mindegy. Hát ezt az uvafermnek a 228-as élesztőjét használja a legtöbb tagtársunk, aztán hát igazándiból itt elég sokan tesztelgetnek. Tehát, hát ez nem ezen múlik. Nem feltétlen. Tehát nem feltétlen. Lehet, hogy hirtelen pillanatban azt gondolná az ember, hogy ezen múlik, mert mondjuk egy, ugye azért tudni kell, hogy az élesztők képesek nagyon aljas irányba is elvinni tehát azért mindennel nem lehet játszani, ez nem mindegyik olyan, mint egy budafokit beledobnák, az jó idő, hanem azért ez komoly dolgokat is tudnak csinálni, hiszen valamelyik olyan durva észter képződésbe megy át, hogy most nagyon divat, ugye rozé boroknál, most a bornál tudom legjobban megmondani, ami gyakorlatilag bármiben belerakod, málna szamóca, tehát egyből. Még a fehér borból is megcsinálja, tehát hogy, és azt mondja, hú, de jó rozé, hát nyisd ki a szemedet. Tehát, hogy, és ezek el fognak mullani, tehát ezek nem olyan stabil illatanyagok, ezek az élesztők büfizik ki, a speciális törzs, és ezért aztán én azt gondolom, nem szabad túltolni ezeket az élesztőket, tehát azért óvatosan kell vele bánni. Én azt gondolom mindenképpen fontos, tehát egy egyszerű alap, mondjuk az UFM 228-as élesztő, az egy tényleg egy nagyon jó törzs. Viszont a legjobb medgyeknél nekem, ami nagyon bevált, például ugyanennek a cégnek a sima, most nem is tudom mi a száma, van egyáltalán a vörös borhoz való élesztője. Ha belegondolunk, igazándiból színre majdnem minden gyümölcsnek hasonló. Tehát most egy fehér bornak, ugye, egy fehér gyümölcsnek, a fehér szőlő
élesztők ugyanúgy tökéletesek, mint vagy egy vörösnek egy vöröshöz. Tehát a medgyekhez, a cseresznékhez ugyanúgy tökéletesek, vagy pedig akár a fekete ribizlihez, ami most szintén szezonja lesz, tökéletesen alkalmasak azok az élesztők, ha valaki egyszerűben gondolkodik, ami mondjuk vörösbor elvesztéshez alkalmas. Tehát, hogy de én azt gondolom, hogy nem ezen fog múlani. Biztos, hogy lehet ezzel játszani, tehát hogyha valaki nagyon akar játszani, aki érdemes, hogy egyikbe ezt rakok, másikba azt rakok, és akkor utána eldönti, hogy melyik neki a szimpatikus. Én azt vettem észre, meg az a tapasztalatom, hogy sőt, abszolút az a tapasztalatom, hiszen az egyik, sőt, a másik díjnyertes Orange Kajszinál sem volt ez túl spilázva, tehát hogy egy egyszerű fajélesztő azt a viszontlátásra. Inkább függ attól, hogy a feldolgozás mikor történt meg, tehát milyen érettségi állapotban volt a gyümölcs, ez egy nagyon fontos, és hogy milyen gyorsan lett kifőzve amint kierjedt, tehát hogy nem babusgatjuk hetekig, mert jó le van zárva, ugye ez a tipikus, ezt szokták mondani, hogy jó le van zárva, nincs annak semmi baja. Ez mindenki nagyon gyorsan verje ki a fejéből, mert be lehet ezt nagyon egyszerűen bizonyítani, hogy a karácsonyi húslevest jó lezárjuk, és majd nézzük meg, jó, tehát hogy gyakorlatilag az történik, hogy tönkre fog menni. Tehát higgyétek el, a cefréni ugyanez zajlik le. Tehát, tehát inkább arra figyeljünk, hogy meglegyen ez a sav, ez amit mondasz, ez a 2,8-3-3-2, meg mondjuk ez a hőmérséklet ilyen 20 körüli, nem? Hogy azon eljegyünk. Igen, a sav az azért fontos, mert hogyha tényleg túlérettebb a gyümölcs, mert mondjuk nem értünk oda, mert fontos dolgunk volt, mondjuk a Balatonon kellett henyélnünk, ahelyett, hogy mondjuk a cefréinket szednénk össze a falról, tehát hogy pálinkát, tehát ilyen aljasságot valaki elkövet, akkor ugye könnyen lehet, hogy tényleg kiégnek a savak, és mindenképpen akkor érdemes savpótlást csinálni. Tehát a citromsavval az a baj, hogy nagyon gyorsan lebomlik. Lehet a cefréhez rakni minimális szinten. Amit még lehet amúgy aszkorbinsavat, ezt szintén be lehet szerezni mezőgazdasági boltokba, ez egy C-vitamin, tehát ha nincs otthon, akkor meg tök jó, mert egy lapátta beburítasz a téli maradékból, és akkor mindjárt megvan oldva, azt rájössz, hogy milyen marha drágán veszed az 500 mg-os tablettát, mikor egy kilósat vettél ennyire. Tehát hogy gyakorlatilag az aszkorbinsavból lehet rakni, ajánlott is, egy picit az oxidációtól védeni fogja a cefrét, pláne hogyha mondjuk akár egy spontán erjesztésbe próbálunk belemenni, akkor nagyon fontos. Viszont ez sav emelésre semmiképpen nem alkalmas. Tehát ide már a foszforsav, amit már kicsit nehezebb beszerezni, vagy amit majdnem mindenki megrettem, mikor kimondom a nevét, akkumulátorsav. Tehát, hogy úristen, nem akarok én belerakni akkumulátor, meg különben is mélyépítenek ennyi gyárat, meg stb. Ugye az akkumulátorsav az egy kénsav, és benzinkúton be lehet szerezni, a 273 Celsius fokon párolog. Na, ilyen magas hőmérsékleten nem fogjuk főzni mi a cefrénket, tehát gyakorlatilag a cefrébe a savas közeget meg fogja oldani, és utána ki is fogjuk burítani ezt a hordóból, majd egy serpenyő mészhidráttal tökéletesen közömbösítjük a földre kiburított cefre moslékot, úgyhogy igazándiból nem szabad ettől megretteni. Nálam én ezt szoktam használni, amúgy ez a bevált nálam teljesen tökéletesen. Tehát a körték én akkumulátorsavat használok. Ugye ezt azért hívják akkumulátorsavnak, mert igazándiból ezt a kénsavat sehova máshova nem használjuk a akkumulátorba. Hát most, hogyha az ion cserélt vizet csak vasalóba használnánk, akkor az lenne a neve, hogy vasalóvíz. Tehát, hogy ilyen marha egyszerű a piac. Tehát, hogy rájött a kénsav, nem a kénsav, az nem ugyanaz, mint a mezőgazdasági boltba kapható kénes sav, ami ugye folyékony kénként, ugye a hordó, vagy a bornak a kénszintjének a beállítása, nehogy azt rakjunk valakivel, mert azt a büdös életben nem főzitek ki, de erre figyelni kell, az nem ugyanaz. Jó,
Még egy dolog, hogy mondtad, hogy ezerféle kajszi van már, hogy mondjuk tényleg évekkel ezelőtt még csak volt, nem tudom, X, most meg már van 10X fajta. Megmondod ezeket a kihozatalokat is, hogy a kezdőfőző el fogja bőgni magát, hogy neki a 100 kiló baraszkából lesz 4 liter pálinka. Most itt hiába is mondjuk azt, hogy amúgy a magas minőség az fontosabb, mint a mennyiség. Hát, Csak hogy, igen. csak hogy na most arra akarok csak kiukadni, hogy van ilyen, tehát hogy nem tudom, Ceglédi óriással kezdjé, vagy nem tudom, ezzel kezdjé, mert akkor azzal annyira nem fogod Hát elbőgni magad. igen, tehát hogyha most ugye, most már korai fajtákról amúgy is lemaradtak a főzők, úgyhogy ugye így is terveztük ezt a beszélgetést, hogy először gyorsan megcsináljuk mi ezeket az illatos fajtákat, és akkor maradnak a magyar fajták. Amiben az jobb a kihozatal, így van, tehát egy gönci, meg egy magyar kajsz, az ilyen 7-8 literes kihozatallal bír, megfelelő érettség esetén. Most az időjárás marhára kedvező, csapadék volt, szép, nagyon megduzzadtak a barackok, most a napsütésben szépen érnek. Most a sivatagi por külön segít nekünk, hogy nem égnek szarrá a fán. Tehát, hogyha igazándiból én azt gondolom, hogy a jövő héten kezdődik a magyar kajszinak a szüret ideje, tehát teljesen ideális lesz, jó kihozatallal lesz, cukor nélkül jó kihozatallal lesz. Tehát az igen. Nagyon fontos momentum, és tehát ezekben a magyar fajtákból, ceglédiből, ceglédi fajtákból, panóniából, a mandula kajsziból, gönciből, azért ezek magasabb cukortartalommal rendelkeznek értelemszerűen, hiszen az a 10 nap, az marhasokat számít, akárhogy is nézzük. Ezek a gyümölcsök, ezeknek az oranzsénak 12-13-as a Brix tartalma, tehát cukor százalék tartalma, még mondjuk egy magyar kajszinak 18 körül is lehet, tehát azért az teljesen más kihozatal. Tehát persze természetesen a pálinka készítésnél ugye nekünk fontos, hogy érett, egészséges és megfelelő cukortartalmú gyümölcs legyen. Tehát hogyha ha ilyen bolti szamócából valaki főzött már, ugye szamócának hívjuk, nem eper, ezt mindenkiből verem ki folyamatosan, nem sok sikerrel, de azért tudni kell, hogy a szamóca nem az az apró kis szar, az is szamóca, az erdei szamóca, az a bazinagyi szamóca, akár hiszitek, hanem. Ugyanis az eper az fánterem, és ez tényleg így van. És na annak is annyira kicsi a kihozatala, hogy azért az szintén meredek, illetve itt a málna, ugye most ment le a málna szezon, tehát ha valaki így kezdőként így megörült egy jó, frankó, édes málnának, hát rájön, hogy hát hol van a pálinka, tehát nem jön ki a gépből, ha bemaradt. Azért van, mert szintén ilyen 1-2 liter a kihozatala mázsánként, tehát szóval ugye a régi szesz számításokban azért ezt tudni kell, hogy a kajszi baracra szerintem ilyen 10-12-t írtak. De ez kb. Úgy néz ki, hogy ebből mit tudom, 7 liter a pálinka, a maradék 5 az meg utópárlat, de régen azért ezzel nem nagyon foglalkoztak, tehát utópárlattal állították be a pálinkát, tehát szó szerint már 20-as, 30-as folyt a gépből, és ezzel a savanyú vízzel volt beállítva az 52-re. Tehát régen nem ismerték azt, hogy vizet raknak a pálinkához, hogy beálljon. Addig főzték, míg 52-es nem lett az egész kifolyó. Ja. Tehát nálunk, és ugye ezért aztán ugye a szeszt, egy szeszt tényleg van benne, tehát lehetne főzni, csak az már nem kell nekünk. És azért mondtam, hogy ezekből a fajtákból érdemes az utópárlatot összegyűjteni, és még azt is lehet csinálni, aki bátor és jó az óra, hogy a következő főzésben mondjuk nem lehet ezt falmozni, de mondjuk ha van két főzésed, akkor mondjuk egy egyenletesen, akkor a következő főzésben beleburítod az elsőnek a nem túl szar utópárlatát, tehát ami már nem annyira durva, hanem amíg azt mondod, hát nem tudtad eldönteni, jó, semmi gond, lesz még egy dobásod. Hiszen akkor az történik, hogy jót teszel a következő cefrével, hiszen megnöveled az alkohol fokát a beledobott utópárlattal, és sokkal könnyebben el fogod tudni választani a végét. Tehát ez egy kis segédlet, aki esetleg egy egymenetessel próbálkozik most az idén. Oké, köszi szépen, Attila. Még ami egy kardinális, lefőtt a pálinka, meg el is lett jó választva, hogy mi a
a szakértői tanács, hogy aznap már kezdjük el inni, vagy még várjunk vele egy-két napot? Tudományos megfigyeléseink alapján, illetve angol, japán és kínai kutatókat is belevonva megállapítottuk, hogy már aznap meg lehet inni a pálinkát. Nem érdemes, de meg lehet. Tehát fizikailag működik a dolog, biológiailag is képes a nyelőcsövünk ennek a matériának a leküzdésére a gyomrunkba, majd ennek az alkoholnak a szétáramlásának, de tapasztalataink alapján egy jó fél év lesz az, amikor igazándiból eléri azt a szintet. Mi pálinka készítők nem azt csináljuk, hogy kifőzzük, na azt akkor hónap húvászkóstold meg, mert akkor a csalódások érik az embert, mert első nap megy, hú, de jó, másnap megnézed, mi a szart főztem. És ez így végig megy, hónapokon keresztül már ott tartasz, hogy most burítom ki, meg elajándékozod, a legrosszabb esetben elajándékozod, hiszen ez úgyis szar, én kaptam így pálinkát, és mondom, hogy ez kurva jó, ez jó, megkóstolt, és agyvérzést kapott, hogy elosztogatta az összeset, mert neki annyira nem tetszett, nem várta meg az időt. Nekem egy nagyon jó barátom, még annak idején 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem pálinkát főzni, ugye akkor még nem annyira volt legális az a tevékenység, de mi azért harcolunk a dolgokkal, és ő azt mondta, én is kérdeztem tőle, hát mondom, teljes napszáját mondom, itt van ez a, mit csináljak, hát nem, nézd meg, hát ez ilyen lett, beszürkült, hát így áll másikat. Ez nem jutott eszembe. Tehát annyira ragaszkodtam hozzá, hogy minél előbb gyorsan meg kell kóstolni, és hát tényleg eltelt fél év, szépen letisztult, le lehetett szűrni. És én azt szoktam javasolni, hogy elkészül a pálinka, lehet hagyni töményen, pihenni. Így is szoktuk, bár én kapásból beszoktam higítani ilyen 70%-ra. Tehát ugye valamikor 80 fölött jön ki egy egymenetesen, tehát inkább ilyen 65-70-en hagyom én pihenni, de aztán különböző elméletek vannak, hogy melyik jó, melyik nem, töményen hagyod. Én azért szoktam, hogyha valami ki akar válni, akkor itt már most történjen meg. És amikor eltelik egy-két hónap, nem kell fél évet, nem ijesztegetésnek mondtam, csak a vérprofiknak, elég 3-4 hónap, amikor már eltelik mondjuk 3 hónap, akkor érdemes szépen lassan befokolni, tehát hogy nem egyszerre belezúgtatjuk a vizet, hanem szépen elkezdjük levinni az alkoholfokot a nekünk kedvezőre. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk, ami 42-n szeretnénk, vagy 44-en, vagy 45-ön, vagy mondjuk tradicionálisan 52-n, akkor se az legyen, hogy 80-ból egyből csinálunk 52-t, hanem érdemes szakaszosan megoldani ezt akár egy pár héten belül, és akkor mindig kicsit csesztetjük az egészet, hiszen ha valaki már higított be pálinkát, a kezdők meg még majd most fognak, ők észrevehetik, hogy mindenképpen ugye hőmérős szesz mérővel érdemes csinálni, és az, ugye azt lehet látni, hogy mondjuk van egy 20 fokos víz, meg egy 20 fokos pálinka, összeburítjuk, nem elég, hogy az 1 liter vízhez hozzáraktuk, az 1 liter pálinka az mondjuk az 1 liter vizet, bízva, hogy 2 liter lesz, rá kell döbbennünk, hogy nem is lett 2 liter, csak 1,9, valahol eltűnt egy deci, meg még föl is melegedett 24 fokra. Na hát ez azért van, mert ugye itt az, hogy valami átlátszó, azt szoktam mondani, tehát az, hogy valami így néz ki, attól még az lehet hibás, és ebben, hogyha ez egy pálinka, akkor ebben benn van a félperiódusos rendszer. Tehát nem látjuk, de benn van. Tehát higgyétek el. És ezért kell megvárnunk ezt a fél évet, mert fél év múlva pontosan ilyen színe lesz, csak azt nem látjuk, a molekulák éppen hogy rendeződtek, hogy most ez, és ugye sokan nem értik, hogy most ez miért lett jobb. Hát azért lett jobb, mert mondjuk így kapcsolódik az egyik észter, és ha már így van, akkor érezzük az úrunkat, így meg nem érezzük. Tehát ennyire egyszerű a történet. Ettől függetlenül a színe nem fog változni. Uh-huh. Jó, Attila, az van, hogy azt nem gondoltam, hogy ennyit. Ennyit fázok erre, ja, igen. Nem baj, jó az így, én azt gondolom, majd máskor. Igen, mindenki akkor azt nézi meg, amit akar belőle, igen. De én nem bánom, mert amúgy meg nem lehet kevesebb összefoglalni. Az utolsó kérdésem, és megint csak visszatérve a kezdőkhöz, de ez nem csak a kezdőknek szól, amit elmondasz egyébként. Tehát, hogy ez nem csak az, hogy ez csak a kezdőknek segít, hanem ez mindenkinek segít. Hogy most még nagyon sok, most már elharapózik ez, már most a meggyekről is hallottam, meg főleg a barasztnál ez elő fog jönni,
hogy ne is vegyél barackot, hanem mi már feldolgoztuk neked, már le van darálva, és vedd meg azt, hogy ez tuti bukó, vagy pedig ezt még azért lehet engedni, vagy miért van ez egyáltalán? Hát ez egy elég bizalmi történet, tudod, hogy az kb. Olyan, amit besétálsz sötétbe egy szobába, és az, hogy ez biztos, hogy az lesz, jó lesz, ez hidd el nekem. Aztán csak ne kapcsolt fel a villanyt, tudod, mint a torrentébe, hogy na mindegy, csak ne számolt fel. Tehát, hogy igazándiból én azt mondom, hogy a 80-90%-ban bukó. Mert nem látod, hogy mi van benne. Most hogy ugye van, mikor mi is úgy hozzuk el, hogy darálva, de azt milyen helyszínen daráljuk le, vagy pedig, de soha életben nem vennék úgy cefét, hogy le van darálva. Nem látod, hogy mi van bent. Tehát most a gyümölcstermelőnek teljesen mindegy, ez a két vödör rohadt belemegy, mert neki az pont két vödörször, mit tudom, 300 forint, az pont 6000 forint lesz, ami neki marha jó jön, mert a gyereknek odaadja, aztán vesz magának rajt fagyit, vagy mit tudom én. És... de viszont nekünk ott lesz, és lehet, hogy nem is észre se vesszük, hogy hú, hát ez milyen szép narancssárgát, azért nagy rész narancssárga lesz, az a kicsi barnát nem fogjuk, vagy penészt, vagy bármit, úgyhogy én azt mondom, hogy nem véletlen van az ledarálvana. Uh-huh. Tehát az azért van ledarálva, hogy ne lássuk úgy, hogy nézett ki előtte. Tehát most egy ilyen nagyon rohadtat leturmixol, az tökéletesen jó fog kinézni. Hát azért megkóstolod, akkor azért ott azért lesznek már. Gondok. Tehát ott már azért lehet majd akkor érezni. Ha kifőzöd, akkor meg rájössz, hogy hogy átvertek. Szóval ilyet senkinek nem ajánlok. Tehát azt, hogy mondjuk a barack a napon megsül, és mondjuk barna lesz, hogy megég, az nem gond. Ha rohad, az már gond. És már pedig általában rohad. Leveri a szél, meg nem tudjuk, mennyi éretlen ment bele, bizonytalan az egész, tehát ilyen vegyesen, hát ne, én nem ajánlom senkinek. Tehát ilyenből nem főztem soha, de láttam ilyen cefréket, meg ittam ilyen pálinkát, ami így készült, hogy hozták a konténerbe, hát mondom. Legalább nem kellett vele baszakodni, hogy ledaráljam, már ledarálták nekem. Persze, ugye ez a jó, tehát ugye ez a marketing, hogy ne baszakodj vele, visszük neked darálva. Van benne minden. Jó, még az jól, is, ami nem oda való. Én nagyon szépen köszönöm, hogy szakértettél ma, és hogy remélem sokaknak segítünk így a baraszt szezon kezdetén, és hogy azt ígértem, hogy beszélünk a Pannonia Pálinka versenyről is, de most arról nem beszélünk, de én ünnepélyesen megígérem, hogy térjünk vissza akkor, amikor ennek már ideje lesz, és akkor beszéljünk róla, hogy lehet nevezni, mit kell csinálni, egyáltalán minden, jó? Oké, rendben jó, van. Akkor... én köszönöm szépen, Attila, akkor gazdag Attila viharvadász és pálinka főző. Igen, lehet ez is. Csillagász, okay. Azt most hagyjuk ki. Na, úgy okay. Csillagász is. Csillagász, viharvadász, pálinkász. Nem akarom itt felsorolni a titulusokat, mert teljesen fölösleges magánfőző vagyok, gazdag Attila magánfőző, egykori zugfőző, és ma már hivatalos. Most ezt ki lehet jelenteni, eltelt 8 év, már nem csuknak le. Elnézést, majdnem mindjárt meg egy pillanat. Úgyhogy közben itt megjelent 3 finansz meg. Úgyhogy hát ennyit. Én mindenkinek sikeres cefrézést kívánok, szép párlatokat, és nyugodtan keressétek Jánost a különböző kérdésekkel. Jó, akkor még egyszer köszi szépen, Csillagász Attila. Úgyhogy akkor kellemes hétvégét mindenkinek, és reméljük, hogy ez hasznos volt. Így van, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Nem tudom, ki ért az előadás végére, mi ketten biztos. Mi ketten jó odaérti. Hétvégét kívánok nektek. Ennyi idő alatt már majdnem leföl egy adag. Oké, köszi szépen, Attila, kellemes hétvégét. Ciao, sziasztok.